Hallottátok azt? Vége volt a misének, és az atya meg akarta még áldani a gyerekeket. Tudjátok, van ilyen, hogy gyerekek még nem áldozhatnak, ezért kijönnek, és a mise végén kapnak áldást. A következőképpen hirdetett. Most aki szeretne gyerekáldást, jöjjön be a sekrestjébe, de várja meg, míg levetkőzöm. Nem tudom, hányan jelentkeztek erre. Remélem, volt azért valaki, aki elmondta a papnak, hogy mit mondott. Jó. Igen. Ja, a bátorságnál tartok. Még arról egy picit. Bátorság. Hogy a bátorság egy sarkalatos erény. Ezt biztos tudjátok. És olyan érdekes, a skolasztikus teológia, Aquinói Szent Tamás és a világa, kidolgozták egyrészt a sarkalatos erényeknek a világát, másrészt beszéltek arról, hogy 800 éve, hogy a bátorságnak van három dimenziója. Ugye 800 évvel ezelőtt nem volt tudományos értelemben vett pszichológia, ezért a pszichológiai ismeretek a teológián belül jelentek meg, a filozófián belül jelentek meg, vagy a művészeteken keresztül jelentek meg, de ott voltak. És ezért például Aquinói Tamás azt mondja, hogy a bátorságnak van három dimenziója. A legalapvetőbb dimenzió, így mondja, ugye latinul írt, vitális. És ehhez a következő teszi hozzá. Ezért aztán létezik olyan, hogy jogos harag. És mikor valaki jogos haragot érez, és ez indítja őt valamilyen bátor tetre, ez a bátorságnak az alapdimenziója. Mindezt azonban akkor nevezhetjük csak valódi bátorságnak, ha másik két sarkalatos erénnyel együtt jelenik meg, azokat követve, ez pedig az okosság és az igazságosság. Ezért a teológiai gondolkozásban ez úgy szerepel, hogy nem nevezünk bátorságnak olyasmit, amit nem előz meg az okosság és az igazságosság. Mert amikor valaki vakmerően csinál valamit, abban nincs okosság. Az nem bátorság, hanem vakmerőség. Amikor valaki letipor gátlástalanul egy másik embert, miközben természetesen veszélyezteti magát, az meg megint nem bátorság, hanem gátlástalanság. Tehát a bátorság elemi szintje a vitális bátorság, amiben nem egyszer a hajtóerőt a jogos harag jelenti, ami egészségedre. Ez a vitalitás. Szóval a bátorság második dimenziója, amit így nevezünk, hogy morális bátorság, amikor szemünk előtt valamilyen erkölcsileg jó cél lebeg, és ezért összeszedjük az összes bátorságunkat, és emiatt cselekszünk. Valami nagyon világos, morális jóra irányul a cselekvés. Azt mondja, és végül a bátorságnak van a harmadik dimenziója, így nevezi a misztikus bátorság. A bátorság misztikussága azt jelenti, hogy veszem a bátorságot ahhoz, hogy az Istennel kapcsolatban legyek. És Isten velem olyasmit tegyen, amitől félek. Hogy vállaljam az Isten kapcsolatból fakadó félelmet, megpróbáltatásokat, kalandokat, kihívásokat, miközben az Istennel való kapcsolatomban Isten mindig is megmarad kiismerhetetlennek is lenni, ezért az mindig nagy bátorságot fog tőlem igényelni. Érdekes azért, mondjuk 800 évvel ezelőtt
Akvinói Szent Tamás egy nagyon túlsúlyos ember volt. Nagyon. Azt mondják állítólag, hogy nem fért oda a padhoz. Se íróasztalhoz, se étkező helyhez. Ezért aztán kivágták a hasa vonalát, hogy oda tudjon férni. A társai sokat gúnyolták őt emiatt. Ökörnek hívták. És volt egy tanár, amikor fiatal volt még Szent Tamás, azt mondja, jó, ökör, ökör, de ha egyszer ez az ökör elbőgi magát, akkor megrendül a világ. Szerintem milyen izgalmas gondolat például, hogy ma milyen nagyra értékeljük a bátorságot, miközben, hogy mi is az, viszonya az okossághoz, az igazságossághoz, a vitális szintről úgy valamicskét tudunk. De hogy egyébként, és hogy ma milyen sokan vannak, akik bátrak, és nagyon gyávák az Istennel való kapcsolatban. Sziasztok! És eszembe jutott Nagy Szent Teréz. Nagy Szent Teréz megy, éppen egy misztikus elragadtatásban van. Tényleg így volt, hát mert van így. És kitörött a szekér kereke. Ezért óriásit billent a kocsi, ő pedig a sárban találta magát. Úgy, misztikus élményestől. Ott feküdt a misztikus élmény közepén, sárba merítve, és ha már éppen a misztikus élményében volt, ezt megbeszélte Istennel. Hát uram, hogy lehet most, hogy bensőséges világban vagyok veled, csak ezt így. És akkor azt hallja, hogy Isten azt mondja, hát te, aki a barátom, azzal ez megtörténik. Erre Szent Teréz azt mondja, no, eszély van olyan kevés barátod. Tehát akkor zárva mondott, hogy a segítő akkor tud elég jó segítő lenni, nem csak kifelé, maga felé is, hogyha van benne bátorság is.